A régió legnagyobb egybefüggő logisztikai központját nézhették meg ma újságírók Miskolcon. Az önindító és generátor gyártással foglalkozó cég korábban a Bosch csoporthoz tartozott, most pedig egy kínai befektetőnek köszönhetően önálló fejlesztésekbe is kezdhetett. Csak a logisztikai központban 215 embernek adnak munkát. Azonosító. Pozíció 1. Scan. Ez a hangvezérelt program abban segít, hogy előkészítse a későbbi összeszerelést és csomagolást, ezzel együtt pedig megfelelő időben kapják a gyártósorok az alapanyagot. Vagyis minden alkatrészt és alapanyagot összekészítenek itt, a kódokat automatikusan leolvassák, és automatizált a könyvelés is. A GPS alapú anyagkövetés már nem egy újdonság, viszont nálunk a könyvelés is ezzel fog történni. Tehát a virtuális térképen meg lesznek azok a pontok, amelyeken ha áthalad a jel, akkor ott meg is megtörténik egy könyvelés is, tehát az SAP-ban meg is fog történni az anyag különböző státuszainak a könyvelése. A központban mintegy 9 részterületen támogatják aktívan az indítómotorok és generátorok gyártását a mindössze 1 km távolságban működő gyár számára. Az SEG cégcsoport világszerte 16 telephelyen rendelkezik, és több mint 8000 munkavállalót foglalkoztat, mondta a gazdasági ügyvezető igazgató. Ez a miskolci a legnagyobb gyár a cégcsoport globális termelési hálózatában, tette hozzá Uwe Mang. Éveleje óta ezt a 20000 négyzetméteres logisztikai központot is birtokba vette, az indítómotorok és generátorok fejlesztésére és gyártására szakosodott nemzetközi cégcsoport. Csak ebben a központban több mint 200 embernek adnak munkát.